Az eseményen bemutatkoztak a megye 7 választókerületének képviselőjelöltjei. Hivatalosan is kezdetét vette a kampány. Előadások, fórumok sokaságát látogathatják meg az érdeklődők, és a szórólapok is eljutottak a szavazókhoz. Dr. Kummer Ákos jogász. Az első körzet lakója képviselőjelöltként is itt indul. Alapvetően gazdasági joggal, munkajoggal, ingatlan joggal foglalkozom, de én vagyok az, aki a Fejér megyében szabálysértési eljárás alá vont magyar gárdisták jogi képviseletét is ellátom a jelenleg folyamatban levő felosztatott társadalmi szervezetben. Való részvétel miatt indított, hát eléggé koncepciósnak tűnő szabálysértési eljárásokban. Ezen túl egyébként lelkes rajongója vagyok a futball és a jégkorong csapatnak, ezeknek a meccseit igyekszem még idegenben sem kihagyni. Ezen kívül a társadalmi életben is igyekszem részt venni. Római katolikus vallású révén nagy megtiszteltetés, hogy tagja lehetek a Székesfehérvár belvárosi Római katolikus egyházközség képviselőtestületének. Az a feladata minden fehérvári önkormányzati képviselőnek, hogy Székesfehérvárnak az ország gazdasági életébe betöltött vezető szerepét visszaszerezze. Mi kell ehhez? Ez alapvetően az kell, hogy Székesfehérvárnak a működő tőke vonzó képességét vissza tudjuk állítani. Olyan termelő üzemeket tudjunk a városba behozni, bevonni, olyan tőkét tudjunk bevonni, amely komoly szellemi tőkét is igényel, és a kutatás fejlesztés terén is komoly eredményekre sarkalja a város gazdasági, kulturális és oktatási életét, és ilyeténképpen egy olyan tőkét kell behozni, amely nem csak az egyszerű összeszerelő, egy tál lencsét érő rabszolga munkának minősíthető szalagmunkát igényli, hanem a komoly szellemi tőkével, szellemi teljesítménnyel elérhető és komolyan produktív vállalkozásokat kell előtérbe helyezni, és ezeket kell támogatni, ezeknek a betelepülését, illetve az ilyen munkát végző székesfehérvári vállalkozásokat kell nekünk segíteni, és meg kell ehhez teremteni a megfelelő infrastruktúrát is természetesen. Szükséges, hogy megépüljön a 63-as elkerülő teljes egészében, szükséges, hogy 4 sávos autóút vezessen Győr és Székesfehérvár, illetve Székesfehérvár és Dunajváros között is, ugye összekötve bennünket a megye másik nagyvárosával, ugye az ottani közlekedési viszonyokat sem kell részletezni, a vonatról oda sem lehet eljutni, autóval pedig gyakorlatilag baleset és életveszélyes. Úgyhogy ez az, ami nekünk székesfehérvárjáknak, én úgy gondolom, hogy elsősorban fontos, és ezen beruházások révén egyébként jelentős munkahelyteremtő lehetőségeket is látok, amiket nekünk ki kell használnunk székesfehérváriként. Gál Péter Pál a második körzet képviselőjelöltje. Alapítója a Székesfehérvári Jobbik alapszervezetének. Egy 3 gyerekes családapa vagyok, törzsgyökeres székesfehérvári, 43 élete, idén már 44 éves, kereskedelmi felsőfokú végzettséggel rendelkezem. Ha nem politizálok, akkor sporttal foglalkozom, vagy olvasom. Minden fehérvári sport érdekel, a sporton belül is különösen szívügyem a jégkorong, úgyhogy nagyon-nagyon öröm számomra, hogy a fehérvári jégkorong most ilyen sikeres esztendőket él, és 3 év után a nagyon színvonalas Európában is mérvadónak számító Ebel bajnokságban gyakorlatilag a rájátszás küszöbén áll. Ezen kívül olvasni szeretek, de mi ahogy nagyon sok az elfoglaltságom, mindezek előtt jár természetesen, hogy a családommal, a 3 gyerekemmel és a feleségemmel lehetek. Alapító elnöke vagyok a Fehérvári Jobbik szervezetnek, és ott lehettem 2003-ban a Jobbiknak párt alakuló országos gyűlésén is, úgyhogy tényleg mondhatom, hogy régi motoros vagyok, a 6. kampányomat kezdem, amelyet a nemzeti radikalizmus érdekében csinálok, és viszont ez az első olyan kampány, amiben már végre egy hadsereggel tudunk menni. Nagyon nagy öröm egy komolyabb csapattagjaként részt venni egy ilyen kampányban, hiszen ez az utolsó esélyünk, azt mondanám, hogy valamilyen szinten a magyar törvényhozásban a nemzeti megmaradás programját képviselni tudjuk, azért dolgozunk. Én hiszek benne, hogy azok az emberek, akik ide eljöttek, akik a tagjaink, a szimpatizánsaink, a segítőink, szintén átérzik azt. Én szeretném, hogy ha átéreznék, hogy egy olyan utolsó lehetőséget kell megragadnunk, hogy képviseljük a nemzet ügyét, a magyar föld ügyét, a magyar munkavállalók ügyét,
egyáltalán Magyarország, a magyar nemzet sorsát, amit nem szalaszthatunk el. Pintér Tamás törzsgyökeres dunaújvárosi lakos, a harmadik körzet jelöltje. Tanárként és rendszergazdaként dolgozok jelenleg egy középiskolában. Ott végeztem az iskoláimat is Dunaújvárosban, mindegyik iskolámat, a felsőfokú tanulmányomat is, mint hálózati mérnök ott fejeztem be. A Jobbikba azért léptem be, mert a Fidesz határozatlan politizálását láttam. Én is régebben rájuk szavaztam, az ő gondolataiknak hittem, de egy nagy csalódás miatt fordultam a Jobbik felé, és azóta is tavalyi évben aktív tagként vagyok jelen a Dunai Városi Alapszervezetnek az életében. A legfontosabbnak a becsületes munkából élő embereknek a képviseletét látom. Azt szeretném mindenképpen, őket szeretném képviselni a globális nagytőkével szemben, és mint tanár szeretném majd az ifjúságnak is a nemzettudatát újra feléleszteni, beléjük egy kis magyarságérzetet nevelni. Krausz Attila Móron él, az ötödik körzet indulója. Megyei alelnökként tevékenykedik. Móron születtem, ott lakom. Azóta is iskoláimat Móron, Budapesten végeztem, Fehérváron végeztem. Dolgoztam kereskedelem területén, üzletkötőként is, és jelenleg egy vagyonőrt cégnél vagyok, diszpécser. Fő célunk helyben megvalósítani a mezőgazdaság megerősítését, a feldolgozóipart, munkahely megtartó tevékenységet kell, hogy folytassunk. Nagyon sok multicég működik a körzetünkben, rengeteg a vidékről bejáró munkavállaló. Őnekik valami utóbb módon meg kell erősíteni a munkahelyüket. Nagyon sok elbocsátás volt a környékünkön. Ezen próbálunk munkálkodni az elkövetkezendőkben. Árgyalán János a hatos körzet képviselőjelöltje. Harcos, aktív vezetője a Jobbik Hantosi Alapszervezetének, a megyei Jobbik elnöke. Szakmám az angol nyelvtanár és szakfordító, valamint a Kodolány János Főiskola szakfordító szakán tanítok. A Jobbikhoz 2008-ban csatlakoztam, és 2009-ben az alapszervezetek a Fejér megyei választmány elnökévé választottak. Most a legfontosabb terv, ami a Jobbikhoz kapcsolódik, és a kampányhoz kapcsolódik, hogy a Jobbik egy nagyon erős frakcióval ott legyen a Magyarország gyűlésben, és én nagyon-nagyon remélem, hogy el tudjuk érni azt a többséget, hogy Fejér megyéből számos képviselőnk bejusson, és ott legyen ebben a Jobbikos frakcióban. A legakutabb problémák a hatos választókerületben, a Dunántúl szívében a cigánybűnözés, ami azonnali megoldást kíván. Nagyon gyakoriak a betörések, lopások, itt a Jobbik a csendőrség felállítását, a rend helyreállítását kínálja egyik megoldásként, valamint a hatos választókerület adta lehetőségek alapján a mezőgazdaságot szeretnénk talpra állítani, ami minden egyéb további iparágnak, feldolgozóiparnak, élelmiszeriparnak az alapja lehet. Som Tamás Debrecenből származik. Hobbija a kutyatenyésztés, a hetes körzet indulója. 1972. júniusában születtem Debrecenben, tőzsgyökeres debreceni lakos voltam 30 éven át, azonban 7 éve felköltöztem Ráckeresztúrra, azóta Ráckeresztúron lakom. Építőiparban dolgozom, építőiparral foglalkozom már 20 éve, mellett hobbiként kutyatenyésztéssel foglalkozom. Nemzetközi FCI különbíró vagyok, mint tenyésztő, illetve mint különbíró bejártam már Európa számtalan országát, és Európán kívül is nagyon sok helyen voltam. Jobbikkal nemrég kerültem kapcsolatba, 2006. októberi, illetve a 2006. őszi események voltak azok, ami a Jobbik felé irányította a figyelmemet. Az ország több problémája jellemző a környezetemre is, hogy egyrészt a bűnözés az nagyon magas mértékeket öltött. Ercsi, mint egy nagyon fertőzött terület, ez egy kiemelt jelentőségű kérdés a bűnözés megoldása. Erre gyakorlatilag csak a Jobbik tud megoldást adni, hiszen MSZP az bebizonyította, hogy semmilyen megoldást nem tud erre a kérdésre adni, de hát a Fidesz is egy Pintér Sándor belügyminiszterrel nem valószínű, hogy erre bármilyen konkrét megoldást tud adni a bűnözés helyzetére. Azon kívül a mezőgazdaság elsorvasztása lévén, hogy vidékről van szó,
Azt, hogy a mezőgazdaság mögül a felvásárló, feldolgozóipar teljes mértékben megsemmisítették, ott az szintén az első cukorgyár, mi Magyarország egyik első, sőt első cukorgyára volt, és ugyanúgy felszámolták, mint a többi 18 cukorgyárat, és ma már ott tartunk, hogy importálni kell a cukrot.